Lezárult az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány által meghirdetett Zöld Alma program. Az idei versenysorozat 7 részállomásból állt, melyen 6 általános iskola, minden paksi, a Németh Kiri és a pusztahencsei intézmények mérték össze a tudásukat. Az idei tanévben volt 2 virágosítási versenyünk, tavasszal, illetve ősszel, volt nyusziváró a Sóbarlangban, télapóváró a Sóbarlangban, volt rajzpályázat, legfőbb kincsünk az egészségünk címmel, illetve volt környezetvédelmi vetélkedőnk, ezt pedig a Paksi Ürgemező természeti értékei címmel hirdettük meg. A szelektív hulladék és a kupakgyűjtésben az összes iskola több mint 1000 fővel részt vett. A Zöld Alma program újdonságaként idén rajzpályázatot is hirdettek, legfőbb kincsünk az egészségünk címmel, melyre 371 pályamű érkezett be. Én a sportot rajzoltam a legtöbbször, meg az egészséges étkezést, mert nagyon szeretek egészségesen étkezni, szeretem a zöldségeket meg gyümölcsöket, és szeretem a focit, a sportot, biciklizést, futást. A rajzversenyen első helyezést ért el Szabó Zétin Donát, második lett Venhardt Viktória, harmadik pedig Molnár Márta. A program feladatai egyszerre szórakoztatták és nevelték a gyermekeket, a kisdiákok örömmel gondolnak vissza a feladatokra. Emellett az iskolai koordinátoroknak is fontos szerepe volt a felkészítésben. Kellett a koordinátor az iskolákban, aki összefogta ezt a Zöld Alma programot, és utána az osztályoknak kiosztva, majd a gyermekeknek kiosztva a feladatokat, szépen szorgalmasan készültek. Én leginkább a környezetvédelmi vetélkedőben tudtam a gyermekeknek segíteni, ugyanis ide harmadikos gyerekek jöhetnek, és én jelenleg pont harmadik osztályban tanítok. Volt bőven mit tanulnunk és tanulmányoznunk, de azt gondolom, hogy nagyon hasznukra vált a gyermekeknek a tanösvény megismerése. Amikor átettek a díjat, meg amikor kiosztották, hogy mennyi pontot kaptunk, és ugye amikor dolgoztunk, az is tetszett. Nekem is tetszett ez a vetélkedő, meg amikor így a rajzpályázatra kellett rajzolni, az is nagyon tetszett. A Zöld Alma program első helyezettje idén a második Rákóczi Ferenc általános iskola lett. Az intézmény 120 ezer forintos sportszer vásárlási utalvány nyert a versenyen. A képzeletbeli dobogó második fokára a Deák Ferenc általános iskola állhatott, harmadik helyen pedig a második Rákóczi Ferenc általános iskola Németh Kiri tagiskolája végzett. Az ünnepség után a hanguló zenés színház előadását tekinthették meg a gyermekek. Jajha. Mennyi alma? És úgy látom, hogy egytől egyig egészségesek. Biztos erre járt a fák doktora.